Így néz ki az interneten felelhető fotók alapján a kerékpár, amit a tolvaj ellopott. Egy paksi lépcsőházból vitt el. Pehére viszont a kétkerekű egy helyi rendőrnői volt, aki később feljelentést tett, majd a másnapi járőrözés során egyszer csak meglátta a városban tőle néhány órával korábban eltulajdonított biciklit. A férfi igazoltatása során elmondta, hogy előző éjjel egy másik lépcsőházból egy átjárón keresztül jutott a lezárt lépcsőházba, és onnan tulajdonította el a kerékpárt. A saját ellopott kerékpárját megtaláló rendőrnő ezt követően arra kérte a tolvajt, ürítse ki a zsebeit. Ekkor viszont újabb érdekes dolog történt. A ruházatából előkerült egy mobiltelefon is, amiről kiderült, hogy azt körözik, mivel Szekszárdról ismeretlen tettes ellopta. A férfi a mobilról elmondta, hogy Szekszárdon a buszpályaudvar várótermében tartózkodott, ott szóba elegyedett egy másik férfival, aki ott töltötte a telefonját. Mikor a férfi rövid időre távozott a helyiségből, akkor ő a telefon zsebre tette és távozott, majd visszautazott Paksra. A most elfogott tolvaj ellen már eddig is folyamatban voltak nyomozások hasonló ügyek miatt, úgyhogy nem kizárt, hogy hamarosan börtönbe küldi a bíróság.